rekord alacsony szintre, 0,75%-ra csökkentette az alapkamatot a jegybank. Matolcsy György kijelentette, az MNB a válság ellenére is tartja a 2020-as pozitív növekedési előrejelzését. A jegybank szerint a GDP 0,3 és 2% között bővülhet az idei évben. Skype-on kapcsoljuk Felcsúti Pétert. Felcsúti Péter közgazdász a Skype túlsó végén. Jó estét kívánok! Kezdjük talán azzal, hogy a magyar sajtó ezt úgy apostrofálta, hogy váratlan döntés. Mi volt váratlan döntés? Tehát az, hogy egyáltalán hozzányúltak az alapkamathoz, vagy az, hogy csökkentettek rajta? Hát azt gondolom mind a kettő valamennyire, illetve talán a második nem annyira. A környezetünkben volt kamatcsökkentés, tehát környező országokban, Lengyelországban, Romániában volt kamatcsökkentés. Én azt gondolom, hogy talán arról lehetett szó, hogy a Magyar Jegybank úgy érezte, hogy nem maradhat ki ebből a sorból. Egyébként pedig váratlan maga az, hogy hozzányúlnak a jegybanki alapkamathoz. Egy eléggé rezgő kis valutánk van nekünk most. Ugye éppen egy alig pár héttel vagyunk túl ezen a szörnyű gyengüléses szakaszon, amikor úgy nézett ki, hogy megállíthatatlan a forint gyengülése. Azóta elkezdett visszafelé korrigálni az árfolyam szerencsére, de hát azért acélosnak különösebben a forint nem nevezhető. Hát a koronavírus előtti időszakhoz képest is legalább 5%-ra gyengült a forint. Tehát ilyen körülmények között azt gondolom, hogy különösebb szakmai okok, talán az egót, a hiúságot leszámítva nem nagyon szólnak a forint az alapkamat csökkentésére. Azért az meglep, tehát a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának a tagjait el tudja képzelni, hogy az egó meg a hiúság vezényli. Tehát azért ez mégsem egy játszótéri fogócska. A jegybank elnökéről minden további nélkül el tudom képzelni, és mint annyi minden Magyarországon, ez is egy személy, gyakorlatilag úgy néz ki, mintha egy kollektív testület lenne, de hát azért ez kézzel lett kiválogatva ennek a monetáris tanácsnak minden egyes tagja, akik közül sokan különösebben a monetáris területen nem mérték meg magukat korábban, tehát különösebben makrogazdasági háttérrel nem rendelkeznek, viszont a lojalitásuk annál kevésbé megkérdőjelezhető, tehát ilyen körülmények között azt gondolom, hogy ez a monetáris tanács nagyjából azt csinálja, amit a jegybank elnöke javasol. Én az életemnek egy rövid időszakában dolgoztam Matolcsy Györggyel, úgyhogy nézze el nekem, hogyha elfogult vagyok. De mondjuk csak induljunk ki abból, hogy 2016 májusában nyúltak utoljára az alapkamathoz. 4 év alatt változik annyit a világ, hogy nem ördögtől való lenne, hogy valamennyit korrigálni. Ezt sem tudja elfogadni? Tehát így is illogikusnak érzi a lépést? Az ördögtől való kifejezés azt gondolom helyén való, nem ördögtől való, ennél még nagyobb dolgok se ördögtől való. Én azt gondolom, hogy ez egy szimbolikus lépés. Tehát mondjuk egy ilyen mértékű, tizenvalahány bázispont mértékű egyedi csökkentése a jegybanki alapkamatnak, mert ugye nem egy kamatcsökkentési sorozatról beszélünk, ahogy egyébként 2016-ig egy kamatcsökkentési sorozat volt, és akkor természetesen érthető volt, hogy kis lépésekkel haladt a jegybank a kamatcsökkentés terén, de most egy egyszeri, egyedi esetről van szó, ahogy ezt egyébként a monetáris tanács közleménye hangsúlyozta. Tehát az, hogy tizenvalahány bázispont oszt vagy szoroz a magyar monetáris politikában netán a teljes gazdaságban, vagy a gazdaság szereplői valami rettenetesen intenzíven reagálni fognak egy tizenvalahány bázispontos kamatcsökkentésre, hát e tekintetben azért vannak kételjei. Legfeljebb csak jelzésértékű lehet. Jó, a formál logika szerint ugye ilyenkor legalább két dolog szokott történni. Az egyik, hogy gyengül a forint, hát ez meg is történt valamelyest, illetve, hogy olcsóbb lesz hitelt felvenni. Mit gondol ezekről a következményekről? Be fognak-e következni? Tehát például lesz-e olcsóbb hitel? Már annak, aki éppen ezekben a hetekben azon törni a fejét, hogy adósságokba verje magát. Ugye a jegybank ma már, és azt gondolom, hogy ennek a megalapozottsága egy nagyon mély és
hogy mondjam, elmélyült szakmai vitát igényelne, és én nem gondolom, hogy nekem abban egy ilyen rövid interjú keretei között bele kéne mennem. De az, hogy a jegybank rendkívül intenzíven jelen van, ha úgy tetszik, a refinanszírozási piacon, tehát az, hogy a jegybank nagyon erőteljesen, most már lassan egy évtizede intenzív refinanszírozási tevékenységet folytat, és annak a kamataival igyekszik, tehát a refinanszírozási hitelek kamataival igyekszik befolyásolni a kereskedelmi banki hitelek kamatait. Ez egy ténykérdés. Ez a kis mértékű kamatcsökkentés is meg fog jelenni, és én úgy olvastam a sajtóban, hogy és már meg is jelent például a bankközi kamatokban. És megjelent ott is a jegybanknak egy olyan hitelterméke, ez úgynevezett fedezett hiteleknél, amely, ahol a partnerei a kereskedelmi bankok. Tehát valamekkora kamatcsökkentés, még egyszer mondom, körülbelül a 17 bázispont sávjában, ez természetesen elképzelhető, de Magyarországon nem a hitel ára az igazi kérdés. Tehát azt gondolni, vagy azt mondani, hogy a magyar gazdaság helyzete azon fog múlni, hogy 17 bázisponttal olcsóbb, vagy nem olcsóbb a jegybank által biztosított hitel, megint csak azt kell mondanom, hogy hát szóval a túlzások világába tartozik. Hát meg az a nagy kérdés, amit ön egyébként feszegetett, valahol azt írta, hogy sok embert az effektív éhezés fenyeget, ugye az elmúlt hónapok történései miatt, hogy ez most magyarok, nem tudom én, tízezreinek, százezreinek, millióinak a legnagyobb problémája, hogy mennyiért tud hitelt felvenni? Ugye általában hitelfelvételhez például saját tőke is kellene. Én azt gondolom, hogy messze nem. Tehát egyrészt, még egyszer mondom, Isten igazándiból a jegybank, akit igazán befolyásolni tud a jegybank, az a kereskedelmi bankok, hiszen a kereskedelmi bankok a jegybanktól kapják a pénzt, aztán azt ők továbbadják az ügyfeleknek. Azt mint hogy a saját kockázatukra adják tovább, tehát természetesen azt vizsgálják, hogy az ügyfélnek milyen a hitel visszafizetési vagy adósi besorolása. Ha nem elég jó, akkor hiába olcsó a hitel, az ügyfél nem fog ilyet kapni. De azt gondolom, hogy az a tény, hogy Magyarországon mi az igazán súlyos, mi az igazán fontos rövidtávú társadalmi gazdasági probléma, vajon az, hogy hogyan jutnak hitelhez 17 bázisponttal drágában vagy olcsóban az egyébként hitelképes ügyfelek, vagy mi újság azzal a több százezer emberrel, aki elveszítette a jövedelmét, föl sem merül a fejükbe az, hogy hitelt vegyenek fel, de az felmerül, hogy a hónap vége felé hogyan állnak, tudnak-e kenyeret venni a boltban. Azt gondolom, hogy ez a fontossági sorrend, amiről itt beszélünk, de ez speciál nem a jegybanknak rohan föl, mert a jegybanknak nincs olyan hatásköre, hogy pénzt dugjon az emberek zsebébe, de a kormánynak speciál van. Felcsúti Péter, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, és mindezt elmondta. Minden jót. Viszontlátásra. Jó.